Székesfehér vármegyei jogú város helyi választási bizottsága folytatta munkáját a városházán. A péntek délelőtti ülésen elsőként folytatták a jelöltek nyilvántartásba vételét. Most már végéhez közeledik a jelöltállítási határidő, ugye ami hétfő 16 óra. A bizottságnak, amikor beérkezik a jelöltnek a nyilvántartásba vétel iránti kérelme, akkor 3 napon belül döntenie kell a nyilvántartásba vételről, vagy annak megtagadásáról, ugye attól függően, hogy jogszabályi feltételek fennállnak-e. Mai napon ugye az eddig beérkezett ajánlások alapján a nyilvántartásba vételi kérelmeket megvizsgáltuk, és a jelölteknek a többségét nyilvántartásba vettük. A beérkezett ívek megvizsgálása után egy esetben a bizottság nyilvántartásba vételi kérelem visszautasításáról kellett döntsön, mivel a jelölt esetében az ajánlások száma nem ért el a törvényi minimumot. Fontos azonban, hogy az eddig gyűjtött érvényes ajánlások nem vesznek el, csupán csak ki kell egészíteni azokat. Az ülés folyamán a választási bizottság második napirendi pontjaként a Fidesz-KDNP 18 fős kompenzációs listájának elfogadásáról is döntött. Fidesz Magyar Polgári Szövetség 18 fővel leadta a kompenzációs listájának a nyilvántartásba vétele iránti kérelmet. Ugye a kompenzációs lista állításáról azt kell tudni, hogy a jogszabályi feltétele, hogy az előírt számú egyéni választókerületben tudjon jelöltet állítani a jelölőszervezet, és ha ezt a feltételt teljesíti egyebek mellett egyébként, akkor a kompenzációs lista állítására jogosult. A Fidesz-KDNP minden választókerületben tudott olyan jelöltet állítani, akiket a bizottság korábban nyilvántartásba vett, így a listát egyhangulag elfogadták. A választási bizottság legközelebbi ülése hétfőn lesz. Akkor a 16 órai határidőig beérkező jelöltek nyilvántartásba vételéről döntenek, valamint a választókerületekben a jelöltek szavazólapon való sorrendjének sorsolására kerül sor.